Nos, az előző videóban, aminek az volt a címe, hogy a nő és a villámhárító, arról volt szó, hogy egy olyan kapcsolatban, egy olyan házasságban, amely nélkülözi az igazságot, amelyben nincsen jelen Isten ismerete a férfiben és a nőben, ott az történik, hogy a férfi és a nő, tehát szinte szisztematikusan lelakják egymást. Nem hiába használtam azt a szót, hogy villámhárító, ugyanis maga a jelenség észlelhető a kapcsolatban, a férfinő kapcsolatában. Hangsúlyozom, az olyan kapcsolatról van szó, ahol nincsen ismeret az életről, az élet törvényéről, Istenről. Az történik, hogy azt a drága időt, a drága erőt, az életerőt, hol egyik, hol a másik belevezeti a földbe, szó szerint, tehát valósággal leföldelik egymást. Ez a földelés rendszerint úgy történik, hogy a férfi viszi az energiát, úgymond, hazaviszi, amit megtalált, és odaadja Évának, ugye, az asszonynak, az asszony belevezeti azt a földbe, tehát leföldeli a férfit, szó szerint. Persze arról is volt szó, hogy ez nem kötelező, így legyen, erre van megoldás, van ebből kiút. Persze nagyon sokan azt mondják, hogyha ezt hallják, hogy ez hülyeség, ez butaság, ez ökörség, mit képzel ez magáról? Nincs is felesége, meg nincs is családja, meg társai. Többször mondtam azt, hogy én senkit nem szeretnék meggyőzni semmiről. Én megosztom azt, amit kaptam, amit én megismertem, felismertem Isten kegyelméből, és mindenki azt kezd azzal, amit tud, amire neki van bölcsessége. Mindazonáltal én azt remélem, hogy a kedves nézők és hallgatók között akad egy néhány olyan személy, akik megértik a lényeget, és azáltal meg tudnak szabadulni ettől a, mondjam azt, leplezetlen, gépies magatartástól, ami szó szerint oda vezeti a férfit és a nőt, hogy lelakják egymást, belevezessék a drága életerőt a földbe, a semmibe, a seholba. Én ebben a videóban most meg szeretném mutatni egy olyan példát, ahol ez nem így van, nem így volt. Hogy van kivétel, hogy vannak olyan nők, mint ahogy a cím is mutatja, akik azt mondják, hogy nincs szükségük gyáva férfira, gyáva férre. Persze ez manapság, ez olyan, mint a fehér holló, tehát nagyon nagy ritkaság számban megy. Én tudom, hogy vannak ilyen nők, tudom, hogy vannak ilyen asszonyok, tudom, hogy vannak ilyen fehér népek, és feketék is lehetnek, ugye? De viszont sajnos nem túl népszerűek, és hát jól el vannak bújva ott valahol a konyha, meg a háztartás mélyén. Én beteszek most a képernyőre egy filmet, egy film részletet egész pontosan, ami megmutatja azt, hogy mi történt Richard Wurmbrandt életében,
neki milyen felesége volt, milyen házasságuk volt, ők hogyan viszonyultak egymáshoz. Persze hangsúlyozom, hogy igazságban járva tették ők ezt. Nem csak véletlenül történt az, ami történt az életükben. Hogy az asszony úgy reagált a férjének a kihívására, ahogy reagált. Én az igazság az, hogy én ezzel a kis filmrészettel dicsekedni szeretnék, tehát úgymond örömhírt szeretnék megosztani embertársaimmal, hogy így is lehet, van erre lehetőség. Utána meg arról lesz szó, hogy mi történik a társadalommal, a közösséggel, a várossal, a faluval, hogyha nincsenek ilyen férfiak és nincsenek ilyen nők, hogy mifelé tart a társadalom ennek hiányában. A filmet azt ajánlom mindenkinek, én ezt már többször mondtam, többször reklámoztam, én fordítottam a filmet magyarra, és elmondtam erről a filmről, hogy egyedül olyan film, amit én láttam mostanig, amiben a film nem eltúlozza a valóságot, hanem annyira erőtlen a film, hogy a valóságnak csupán egy kis töredékét tudja megmutatni számunkra. Le fogom halkítani a filmet, hogy ne vegyék le a YouTube-ról, és közben inkább én felolvasom a feliratot, az a kedvét, akik szeretnék hallani, miről van szó a történetben. Oké. Okay. 11 érdemes odafigyelni erre a jelenetre. Azt mondja, hogy a kommunisták ravasz módon elcsábították a keresztényeket. Még a pásztorokat is könnyen rászedték. Drága barátaim, csak zárójelben mondom, ez ma sincsen másképp. A rendszer, most akkor nem a kommunisták, hanem a kapitalisták sikeresen rászedték a keresztényeket, és sikerült a pásztorokat is úgymond mind beépíteni a rendszerbe. Tehát ez ma sincsen másképp. Annyi a különbség, hogy most már nem kommunistákról beszélünk, hanem kapitalistákról. Közben itt a képet fejjel veszem, hogy lehessen látni a feliratot. Tehát kapitalistákról van szó. A kapitalisták azok, akik rászedték, akik becsapták a keresztényeket, és rászedték még a pásztorokat is arra, hogy hazugságban éljenek, Isten nevével ráadásul. Ez van. Én nagyon sajnálom, de ez van. Oké. Okay. Ez Romániában történt annak idején, hát amikor az oroszok bejöttek Romániába, rendeztek egy kongresszust, amelyre meghívtak minden vallási vezetőt. Ugye akkor is volt ökuménia, most is van. Ez még a világ, és két nap ez létezni is fog. Próbálják mindig is ugye egyesíteni a spirituális mozgalmakat, hogy tudják kontrollálni azokat az embereket, akik kérdéseket tesznek fel az élet értelmét illetően, akik meg szeretnék érteni, hogy miről szól az élet. Ugye a mai ökuménia az arról szól, hogy most már itt mindenki tényleg mindenkivel összefekszik. Tehát nem hiába mondja azt a jelenések könyve, hogy a babiloni parázna. Tehát ki a parázna, szóval melyik a parázna? Az a nő, aki mindenkivel összefekszik. Nem válogat. Ugyanezt történik a Vatikánban most már, ugye, hogy mindenki bemegy, és mindenki kezet csókol a pápának. Mindenkivel úgymond szerelmeskedik az úgynevezett egyház. Tehát rendeztek egy kongresszust, amelyre meghívtak minden vallási vezetőt. Pásztorokat és rabbikat. Ennek a kongresszusnak Sztálin volt a tiszteletbeli védőszentje, ugye? És itt ez a kongresszus képernyőn, miközben Románia, itt mondja, propaganda az elkerülhetetlen fejlődés felé tart, ugye látjuk. A nagy történelmi személyiségek nevének listájára felvesszük, ezt mondják a vallási vezetők, az akkori keresztények, akiket becsaptak. Darwint, Nietzsét, Hegelt és Marxot is nyilván. A kongresszust az egész országban közvetítették. A cél az volt, hogy meggyőzzék a tömeget. A kommunisták teljes mértékben együtt akarnak működni az egyházzal.
Tehát akkor is ment a tömeges manipuláció. Ugye akkor Facebook nélkül nem volt, Facebook nem volt, Twitter nem volt, Instagram. Voltak ilyen kezdetleges diffuzorok, hangszórók, mikrofonok, és azzal nyomatták a műsort országszerte, és az emberek hát benyalták valamilyen szinten. A filmet én mindenkinek ajánlom, teljes szívemből megnézze. Gondolkozzon el rajta, olvass el a könyvet. Van ilyen könyv, Megkínozva Krisztusért. Érdemes elolvasni, mert nagyon tanulságos. Azok az idők jönnek mostan vissza, drága barátaim. És úgy gondolom, hogy aki időben felébred, annak talán még van esélye, hogy legalább a lelkét megmentse. A testét ugye, mint tudjuk, picike garancia arra, hogy bárki is a testét megmentse. De arra, hogy a lelkét az ember megmentse, arra van lehetőség. Isten adta lehetőség, ahogy mondják nálunk Székelyföldön. Isten adta lehetőség. És akkor itten közben meséli a Richard Wurmbrandt, hogy a feleségem, Szabina és én végignéztük, amint a vallási vezetők egymás után felmentek a pódiumra és megígérték a kommunistáknak, hogy az egyház hűséges lesz hozzájuk. Tehát nem volt ottan szüksége a János bácsi véleményére. Elég volt, hogy a vallási vezető, a pásztor bácsi, ugye a lelkész bácsi, a pap bácsi hűséget ígér a kommunistáknak, ugyanis az emberek már rég hűséget ígértek neki, nekik, a vezetőknek, mert az emberek nem Istent követték, nem ismerték Krisztust, nem is voltak rá kíváncsiak, hanem követték a vallási vezetőt, az embert, aki hűséget ígért az akkori rendszernek, vagy az akkori kommunista rendszernek, mint ahogy a mai felekezetek is egymás után ígérnek hűséget a mostani rendszernek, a kapitalista rendszernek, a globalista rendszernek, a világkormánynak, amelynek az az elképzelése, hogy uralni fogja az egész földet. Tehát ez történik. Ugye Richard Wurmbrandt és a felesége végignézték, hogy az összes vallási vezető, protestáns, katolikus, kaotikus, meg összes, akik ott voltak, hűséget ígértek a pártnak, a kommunista, hát a kommunista egyháznak végül is. Menjünk tovább. Be mindenki tapsol, hát nem is volt, azt mondja erre Richard Wurmbrandt, hogy itt is ugyanaz történik, ami Oroszországban, mondja a feleségének. A feleségem az okok, hogy az embereket milyen könnyű behetetni. A birkákat, a marhákat, akik nem képesek gondolkodni, akik nem képesek őszintén gyermekként Istenhez fohászkodni. Hát, hogyha Isten él, akkor csak megmutatja magát mindenkinek, aki keresi őt. Ezt ígérte folyton, Ószövetségben, Újszövetségben egyaránt. Mégis az ember emberektől akarja megtudni az igazságot. Őrültség, drága barátaim, őrültség. Veszedelem, apokalipszis. Oké, Richard Wurmbrandtnak feltűnik az, hogy drága a feleségem, itt is ugyanaz történik, ami Oroszországban. Hát sajnos ez van. Anyuka itt sír, pityereg, ugye? És itten ugye a lelkészek mondják a lelki dumát az embereknek. És a dicsőséges, új román kormányunk támogatja a hitet. Figyelem, mindenféle hitet. Feltétel nélkül is szeretet. Ugyanaz, ami mostan van, drága barátaim. És az emberek mennek bele a nem is tudom, hogyan nevezzem, szellemi vakságba, a butasság ne továbbjába, a babonaság ne továbbjába. Ember emberből ilyen démonokot űz, ugye ordibálnak a démonokra, röpködnek a démonok a levegőben, az emberek be vannak tojva, ott vannak a gyülekezetben, tapsolnak, senki nem azt csinál, amit Jézus mondott, mindenki azt csinál, amit a pásztor mond, a pásztor gazdagodik, a főpásztor még jobban, és ugye a világkormány aztán ő a legjobban végül is, mert az egész ugye ottan összpontosul, és a dicsőséges új román kormányunk, drága barátaim, támogatja a hitet, mindenféle hitet. Ez ma is érvényes, drága barátaim. Aki azt gondolja, hogy valami változott azóta, durván becsapja magát. Salamon király azt mondta, hogy nincs új a nap alatt, drága barátaim, ne áltassuk magunkat, ne áltassuk egymást, nincs új a nap alatt. Miért van az, hogy a kormány támogatja a hitet, mindenféle hitet? Azért, drága barátaim, mert az egyház, az úgynevezett egyház, meg az úgynevezett intézményesített spiritualitás és a kormány, mint ikertestvérek, a vallás és a politika, kéz a kézben járnak egymással, mint a szerelmes pár, nem is ikertestvérek, mint a szerelmes pár. Miért nem kell adót fizessen az egyház? Hát ezért. Kap pénzt az államtól, az emberektől, még az égből is pénz hull, azért, hogy manipulálhassa az embereket, és a sötétségben, a szellemi és értelmi fogyatékosságban tartsa őket.
Tovább. Nincs új a nap alatt, drága barátaim. Figyelem, nincs új a nap alatt. Ráadásul még a papság fizetését is meg fogják emelni, ugye ígéri az akkori kommunista rendszer, ugye jön be. Sztalin is ígér fűtfát. Tudja, hogy a papokon keresztül tudja megnyerni a népet. A papok beálltak, akkor már mindenki be van állva, itt mese nincs. A spirituális hatalmat kell megfogni először, ahhoz, hogy lehessen megfogni az igazi fizikai hatalmat, megmarkolni. Mi meglepő, mindenki tapsol, ugye megtapsolják azt, hogy hű, hát a papokat támogatni fogják, hát most is támogatják. Azt mondja Richard Wurmbrand erre a feleségének, hogy Lenin addig védelmezte az egyházat, amíg hatalomra jutott. Azután pedig a keresztények tízezrei haltak meg a koncentrációs táborokban. Azt mondja, ez őrültség. Ugye? Azt mondja, hogy ez őrültség. Drága férjecském. Közben megy tovább a duma, a propaganda. Mondja az asszony, ezekkel a szavakkal szembeköpi Krisztus. Hát persze, hogy szembeköpi, drága barátaim. Sosem szólt másról a rendszer. A központosított rendszer. A császár, ő mindig is azt csinálta. A császár attól volt császár, hogy a földön uralkodott, és a földi uralmat biztosította azok számára, akik a földön akartak élni, és akarnak élni nem tudom hány száz évig, a hiába valóságban, az ismétlések poklában, drága barátaim. Ezekkel a szavakkal szembeköpik Krisztust, az igazságot, persze szembeköpik, majd szembeköpik, de most már annyi különbséggel, annyira kifinomultan csinálják, hogy már Jézus nevében köpik szembe Krisztust, nem akár Jézus nevében. Remélem, jól hallatszik, mit mondok. Kéri az asszony, dadogva a férjétől, hogy drágám, nem akarod lemosni ezt a szégyent? Kéri az asszony a férfitől. Nem azt mondja, hogy drágám, gyere bújjunk be a szék alá, nagy észre vegyenek. Nem ezt mondja. Tehát érződik a különbség, amikor egy nő, egy asszony igazságban jár, megismerte Isten igazát. Meglátta azt, hogy miben van az emberiség, milyen primitív üzemmódban működik az emberiség. Nem azt mondja, hogy drágám, gyere, menjünk innét, hagyjuk a fenébe őket, mert nem ilyen buták. Azt mondja, hogy nem akarod lemosni ezt a szégyent? Kérdi az asszony a férfitől, a férjétől. Na, ilyen feleséget találjál, barátom. Ha találsz egy ilyen feleséget, akkor nem is tudom, mit mondjak. Menjél vissza, és találj nekem is egyet, mert tényleg nekem is kéne egy ilyen. Abszolút örülnék neki, hogy találkozik egy ilyen nővel. Egy ilyen fehér néppel. Lehet fekete is. Oké, menjünk tovább. És akkor megy a duma tovább, hogy nagyon örvendünk a kommunista párt tervének és támogatásának. Hát persze, hogy támogatja őket. Eljött a Mikulás bácsi. Ez pontosan az, amit a mi Istenünk is helyesnek lát ezekben a napokban. Így van, pontosan az, amit az ő Istenük helyesnek lát ezekben a napokban, amit a mammon helyesnek lát ezekben a napokban. Pontosan az volt. Szegény ugye itten vívódik, mert a kicsit meg is volt alázva valamelyes, ugye, mert a feleség által szólt hozzá a lelkismeret, hogy drágám, most akkor itten sunyogni fogunk itt fenn a páholyban, és végighallgatjuk azt, hogy mindenki össze fog feküdni a legnagyobb őrültséggel, ami ugye a Marx agyából pattant ki, és bement a Lenin agyába, utána a Stalin agyába, utána meg a Ceausescu elvtársunk agyába is. És akkor itten most tudatosítja ő magában, hogy drágám, itten tudod ugye, hogy ha most beszélni fogok, elveszíted a férjedet, mondja a férfi az asszonynak. Tehát a nő itt még talán még bátrabb is, mint a férfi. Le a kalappal. Fú, hihetetlen. Itt közben megy tovább a propaganda. Az út, amelyet megmutatott számunkra a nagy bolsevik párt, amelyet a nagy Josif Stalin vezet, pont. És az asszony fájdalmak között, ugye könnyek között ugyan, de azt mondja, hogy nincs szükségem gyáva férre. Mit kezdek vele? Mit kezdek vele? Most akkor hazamegyünk, és akkor teszed neked a vizes borogatást folyton a popsidra, meg a homlokodra? Vagy itten szépen férfi módjára felállsz, és elmondod, hogy drága emberek, ez őrültség, amit itten történik? Ugye?
Azt mondja az, hogy nincsen szükség egy gyáva férre. Manapság nincs is másfajta férfira szükség, mint gyávára. Ha egy férfiben van egy kicsi bátorság, azt már lenézik. Hogy mersz beszélni? Miért beszélsz bolondságot? Miért beszélsz a vallások ellen? Az egyház ellen? Drága barátaim, Isten ments, hogy én az egyház ellen beszéljek. De amit ma a világ egyháznak nevez, annak az ég adta világon jóformán semmi köze nincsen. Ahhoz, amit az Úristen elképzelt, amit Jézus megmutatott. Amit mi egyháznak hiszünk, hát annál szerintem minden jobb. Annál minden jobb. Mert az emberek teljesen pszichikailag vannak lebutítva, szétzúzva, értelmileg. Tehát értelmi, nem hogy szellemi, meg lelki, hanem értelmi fogyatékosokká vannak téve az emberek Jézus nevében és Isten nevében. Ez történik Gyergyószent Miklóson, Hargita megyében, Székelyföldön, Erdélyben, Romániában, Magyarországon, Kárpát-medencében, Európában, és Amerikáról ne is beszél, nem is beszélve. Hisz onnét hozták be ezt a varázsló kereszténységet, ezt a mozgalmat, amely révén az embereket leigázták szó szerint, pszichikailag. Le vannak igázva az emberek. Olyan babonaságokban élnek itt Gyergyóban, az én saját, ugye, saját nem vásároltam meg, de az én szülővárosomban, az én otthonomban az embereknek olyan babonaságokat tudtak beadni Jézus nevében és Isten nevében, ezek a hídgyűlés és a társai mozgalmak, hogy egyszerűen csak nézzek ki a fejemből, hogy, ez, hogy mi lesz ennek a vége. Tudom, hogy mi lesz a vége, vagy sejtem, hogy mi lesz a vége. Ugyanaz, ami eddig is volt. Isten nevében, és most ugye újabban Jézus nevében le fogják gyilkolni azokat, tehát a szentek, úgymond, akik szenteknek hiszik magukat, le fogják gyilkolni ezeket az igazság kereső, az igazság szeretőit, Isten szeretőit. Ez fog történni. Pont, ahogy Jézus mondta. És akik ugye ezt látják, drága barátaim, akik ezt látják, mert van, aki látja ezt, van, aki látja ezt, nagyon sokan félnek, mintha volna valami veszíteni valójuk. És nem szólnak semmit. Nem szólnak semmit. Hallgatnak, szó szerint, mint a szar a fűben. Én ezt nem tudom szebben fogalmazni, mert én senkinek nem akarok hízelegni ezekkel a szavakkal, drága barátaim. Én senkinek nem akarok udvarolni. Nekem nem kell dicséret senkitől, nekem nem kell like senkitől. Szerintem vagyok én szabad. Én el tudom mondani azt, hogy ez van. Más, akinek ugye vannak lájkjai, meg kell feleljen embereknek, pásztoroknak, lelkészeknek, nem meri az ilyeneket elmondani. Félti a bőrét, az öregedő, és utána aztán majd rothadó bőrét. De mivel, hogy nagyon kevesen merik felvállalni azt, ami van, mert többen látják, nem csak én látom ezt. Ezért a babonaság, a hazugságok tengerében fuldoklik immár Székelyföld is. Budapestről nincs semmit beszélni. Ami Budapesten történik, az maga az apokalipszis. Ez van, drága barátaim. Menjünk tovább. Máskogy, van-e még valami? Igen, tehát nincs semmi. Te most fel fog állni, és azt mondja, hogy beszélni akar. Na, itt kezdődik, tehát ilyen házasságnak van értelme, drága barátaim. Ennek a házasságnak van értelme. Annak, ami történik, amit házasságnak nevezünk mi itt ebben a világban, annak az ég adta világon semmi értelme nincsen. Emberi szemmel nézve van értelme. Mert az emberek ottan közbe-közbe összebújnak, kicsit ottan kufircolgatnak, ugye az jó érzés, megölelgetik egymást, és így tovább. De viszont mindenki hallgat azzal, amit megismert, amit ismerni vél val az igazsággal. És az emberiség lassan tényleg már bekerült abba az állapotba, amikor ő már menthetetlen, szó szerint menthetetlen. Ez van. Én a filmet nagyon ajánlom mindenkinek, nem azért, mert én fordítottam, hanem azért, mert egy lenyűgöző, gyönyörű szép történet. Nem úgy szép történet. Ez nem szép történet, hanem dicsőséges történet. Van benne nagyon sok fájdalom, sok szenvedés, ugyanis Richard Wurban 14 évig volt a börtönben, a föld alatti börtönben, a kommunista börtönben. Még a felesége is volt egy darabig börtönben, a bordáját betörték. De viszont ugye, mivel ők az igazságot választották, Isten megdicsőítette őket. Kihozta őket a börtönből.
És a börtönben is nagyon sokan észhez tértek, kommunisták, milicisták, hóhérok, észhez tértek, és nem csupán észhez, hanem Istenhez is, drága embertársak. De mi itten hallgatunk, hogy nehogy valakit megsértsünk, megbántsunk. Azt mondják nekem, hogy csináltam utca egy videót, egy ilyen kicsit ilyen ironikus videót a hitgyülekezetéről, a vallási babonáknak a legnépszerűbb propagátoráról, és azt mondják nekem, hogy ez, amit csináltam, ez hogy is fogalmazták? Azt mondták, hogy ez kőkemény rágalmazás, kőkemény rágalom. Drága barátaim, hát az nem volt rágalom, amikor behozták Amerikából ide hozzánk a babonaságot, nem volt rágalom a székely józan paraszti ésszel szemben, arra nézve egész pontosan, az nem volt rágalom. Csak az rágalom, amikor valaki elmondja, hogy az embereket beleviszik úgy a babonaságba, ráadásul a legszentebb nevet használva, hogy nem fognak tudni kijönni onnét. Az a rágalom, hogyha ezt valaki elmondja. Keresztre vele meg kell ostorozni, ugye ki kell nyírni, üldözni kell, mert ő a rágalmazó. De aki a józan gondolkodást, azt az egészséges szellemiséget, amit te még működött valamennyire Székelyföldön, aki azt megrontja, az nem rágalmazó. Az a rágalmazó, aki kijelenti, hogy emberek, bajban vagyunk, hátra arc. Itt, ami jön Amerikából, és ugye Budapestről, az maga az apokalipszis. Jézus nevében apokalipszis. Ő mondta, hogy az ő nevében fognak jönni azik a hamis proféták, és az embereket be fogják etetni durván. Nincs, aki ezt elmondja, nincs, aki erről beszéljen, mert mindenki félti, hogy miért. Én úgy igazából én sem értem. Nem azt mondom, hogy néha bennem is nem fordul meg, hogy akkor most vajon mi lesz, hát mi lesz. Ugyanaz lesz, ami veled lesz, drága barátom. Ugyanaz lesz velem is, ami veled lesz. Hogy holnap, vagy holnap után, vagy 50 év múlva, vagy 60, teljesen mindegy. Hogyha a lelkem teljesen tönkrement, akkor nekem teljesen mindegy, hogy meddig fogok élni. Éltek 90 évet, 200 évet is. Egy rongy lélekkel, ugye? Rongy lelkismerettel. Mit ér az egész? Mitől féljek? Szomorú, de ez van, drága barátom, szomorú, de ez van. Én őszintén remélem, hogy lesz, aki ki fog józanodni, aki mer kérdezni, mer kijelentéseket is tenni, a neki megadatott hit mértéke és bölcsesség mértéke szerint. Én nem azt mondom, hogy valaki többet mondjon, többet jelentsen ki, mint ami neki megadatott, hanem azt mondom, hogy akinek van egy talentuma, az fektesse be, ne féljen befektetni ezt egy talentumot. Jézus elmondta, hogy így is úgy is az lesz a vége, hogy haragudni fognak rád, üldözni fognak, fájdalomban leszel, de mindenkinek ez lesz a vége végül is, mert a bűn is fájdalom. Érthető? De azt mondja Péter, hogy ha szenvedtek, akkor nem a butaság és a hülyeség miatt szenvedjetek, a bűnök miatt szenvedjetek, hanem az igazságért legalább. Legyen valami értelme. Egy-két lélek megmeneküljön általa. Tehát igen, voltak ilyen feleségek is régebb, talán most is vannak, én őszintén remélem, hogy vannak ilyen feleségek is, vannak ilyen férjek is, akiknek tényleg mindennél fontosabb az Úristennek a szava. Fontosabb minden emberi véleménynél, minden emberi elismerésnél, a feleségnél, a feleségnek a formás kis fenekénél, a kényelmes házikónál, meg a fürdőmedencénél, meg a jacuzzinál. De tényleg az van, hogy nincsenek férfiak. Tehát mai világban, a 21. században nagyon drasztikus a helyzet. És aki férfinek is gondolja magát, az csak attól férfi, hogy próbálom visszafogni magamat, hogy van egy kicsi, mit tudom én, bicepsze, fizikai ereje, ugye jobban bírja az emelés, mint a nő, vagy ugye hát a férfiasságával nincsen baj, meg tudja termékenyíteni az asszonyt fizikailag, ugye, tehát gyermeket tud nemzeni, de viszont szellemileg, értelmileg teljesen képtelen megtermékenyíteni. És mi fog jönni ezért, ennek köszönhetően? Hát a nyomorúság és a fájdalom. És nem értjük, hogy miért. És akkor jön majd Lenkei, Gyergyóba, meg Székelyföldre, és elmagyarázza, hogy ez azért van, mert nem ittál naponta 4 liter vizet, mostanig csak felet.
hogyan tudott élni az én nagymamám, nagyapám 90 évet napi, mit tudom én, pohár vízzel. Hogy volt lehetséges, ugye? És akkor jön a másik gurú, és akkor, ha Lenkei azt mondta, hogy 4 liter kell naponta, akkor azt fog mondani 5-öt. Őrültség, ami folyik. Tehát annyira le vagyunk züllesztve, drága embertársak, hogy tényleg, ahogy mondtam a minap is, hogyha ennél is butánabbak lennénk, akkor gágognánk, mint a libák. Szó szerint gágognánk, és itt totyognánk ott a tömbházak között, mint a libák. Bár most is ugye azt csinálják nagyjából, mert egyre csak hízunk a kényelmünkben, már menni nem igazán tudunk csak totyogni, mint a libácskák az udvaron. Hát tényleg ilyenkor mindig, amit Pilinszky mondott, az ugrik be nekem, hogy Uram, irgalmaz, a világban nem problémák vannak, tehát nem megoldásokra van szükség, hanem ebben a világban, amiben mi beleszülettünk, ebben tragédiák vannak, ezért irgalomra van szükség. Uram, irgalmaz. Valakinek esetleg van valami hozzáfűzni valója, kérdése, bármi, szívesen meghallgatom, most ha nem, akkor lezárom ezt a közvetítést. A filmet azt mindenképp ajánlom mindenkinek megnézni, megkínozva Krisztusért. A könyv az még jobb, a film is nagyon jó. Elgondolkodtató, nem szép film, hanem dicsőséges film, dicsőséges, mert megmutatkozik a történetben Istennek a hatalma, az ő szeretete, az ő irgalma, az ő bölcsessége, az ő kegyessége. Tényleg nagyon-nagyon szép történet. Mivel, hogy nincsenek hozzászólások, ezért lezárom ezt a videót. Isten áldja mindenkit. Szevasztok!